nektek ki volt a kedvenc szereplőtök? Na, hello, Jessica, bocs, bejönhetnék. Köszönöm. Na, szóval miről is beszéltek? A mozi. Aj, Istenem, már megint mozi. Hányszor mentek ti moziba, komolyan? De figyelj, van egy érdekesebb témám. Szóval képzeljétek el, voltam Horvátországban. De ez már a harmadik ország, ahol járunk, szóval... De úgy, hogy voltatok nyaran? Na, gondoltam, hogy sehol, csak illedelmes kérdés volt. Szóval képzeljétek el, ezt vettem, 10.000 forintért. Szóval el tudjátok képzelni, hogy ez az áros, az csinálnátok akkor, ha egy lány állandóan idegesítene és közétek ülne? Találj ki valami szörnyű fertőző betegséget, amit elkaptál. Tól biztosan elmenekül. Képzeld el, hogy a nagybátyám valami szfingutikus betegségtől. Felpufott, mint egy bálna, és folyt a szájából a vér, és a genny, és vakarózott, és én is érzem. Jó, és ebben mit akarsz kihozni, mert nem annyira érdekel. Én most két hete be vagyok oltva, Sváziföldről jöttünk haza, és mindenféle helyi betegség ellen beoltottak, úgyhogy kösz, neked már nem kellenek a betegségi magyarázataid. Égesd be a kedvenc könyvével, filmével vagy sorozatával. Mesélj a kedvenc könyvedről, a Ruminiről. Úristen, a Rumini, hát ezt egyszerűen imádom. Képzeljétek már, hogy 30-szor elolvastam az összes kötetet. Tényleg, olvastad a 22. oldal második bekezdésének a harmadik szavát? Jó, persze, ezt imádom. Tudod, amikor a Ruminiék elhajóznak délre. Ültess le egy másik csapatot a padra, majd őket fogja piszkálni. Kész, azt ott nincs kedvetek leülni a padra. Látom, fáradtak ott. Köszi. Hello, figyelj, sziasztok! Ne tettek el valamiben segíteni? Arról nem tudok hiszem, hogy itt szokott ülni minden nap három lány, és őket keresem. Nem láttátok őket valamelyre? Nem azok, akik a kapcsolatban. Ja, te, köszi! Sziasztok, lányok! Olyan jó, hogy megint nyitottak! Kis helyet adni, köszi! Próbáld megtudni, hogy mi a baja, segíts rajta, és akkor rendesen fog viselkedni. Sziasztok, lányok! Olyan jó, hogy megint itt voltak! Hallottam, mi van a szüleiden. Két év az nagyon-nagyon hosszú. Ja, hát tudom, elég rossz volt, de most már hazajöttek, és most már én is fogok menni velük Kínába. Ráadásul 3 évre, és ott is fogunk maradni. Hál' Istennek!